és sül a sütemény, angolozunk egy kicsit. Konyhaangol Eszterrel. Sziasztok! Ez itt újra a Konyhaangol Eszterrel. Ebben a videóban a will, illetve a shall-nek a használatáról fogok nektek egy kicsit mesélni. Ez a videó annyiban szakít az előző videóknak a menetével, hogy ahogy mondtam nektek, ti is tudtok kérni úgymond témákat. Szeretném számotokra még inkább személyesebbé tenni az angoltanulástokat, ezért kommentben kértem, hogy nyugodtan írjátok meg, hogy melyek azok az angol nyelvtani részek, amik annyira nem világosak, hogy még egyszer vegyünk át. Így például egyik követőnk kért, hogy nézzük meg, hogy mikor használjuk a will-t, és mikor használjuk a shall segédjéjéket, mert számára ez egy kicsi nehézséget okoz. Tehát még egyszer, akik most kezdők, vagy újrakezdők vagytok, és még eddig a jövő időig nem jutottatok el, kérlek, hogy ne ijedjetek meg, vesszük továbbra is a nyelvtani részeket a kezdektől, az alapoktól, csak mindig lesz egy olyan rész, ami esetleg valakinek személy szerint készek, csinálok, hogy ezzel is segítsek nektek a nyelvtanulásban. Aki még eddig a jövő idén nem jutott el, az se ijedjen meg, eddig is fontosan mindent építünk föl, el fogok ti is eddig jutni, akik már újrakezdők vagytok, vagy éppen csak fel akartok frissíteni az angol tudástokat, azonnak pedig mindenképpen ez hasznos megnézni, mert ezt már valószínűleg ti is ismeritek ezeket a nyelvtani részeket, de milyen jó lenne ezt még egyszer átnézni. No, és akkor vágjunk is bele még egyszer, hogy mi ez a will és mi is ez a shall. Hát ebben a videóban átnézzük a Future Simple igeidőt, illetve ezt mikor használjuk, és mikor használhatjuk a shall segédigét hozzá. Amint tudjátok, ugye az angolban 12 igeidő van. A 12 igeidő az úgy oszlik meg, hogy van 4 darab jelen, van 4 darab múlt, és van 4 darab jövő igeidő. Tehát a 4 darab jövő közül most a Future Simple-t fogjuk kicsit átnézni és megbeszélni. A Future Simple-nek a segédigéje a will lesz. Most nézzük akkor ezt meg minden szám és minden személyben, hogy hogyan épül föl a Future Simple igeidő. Mondok rá példát. I will go to London. Ez az I will go-t, ezt nézzük meg akkor minden szám minden személyben. I will go, you will go, he will go, she will go, it will go, we will go, you will go, they will go. Mit történt itt ebben az esetben? Ugye először az alany, aztán a segédige, mert minden igeidőnek van segédigéje, jelen esetben ez a will, amint látjátok, ez minden szám, minden személyben ugyanaz lesz, tehát mindig will, és aztán következik az igény, illetve a többi mondat részünk. Tehát I will go. Még egyszer alany, a will, illetve az igének az első alakja. Amit már korábban mondtam, korábbi videókban is, a segédigét össze lehet vonni az alannyal. Mi lesz ilyen esetben a Future Simple-ben az összevont alak? Összevont alak lesz az apostrofis két L. Például I'll go, ugye én fogok menni, I'll go, you'll go, she'll go. Az, hogy it will go, egy kicsit nehéz lenne kiejteni, ezért ezt inkább kimondják, hogy it will go, it'll go, azon fura, azért it will go, you'll go, they'll go. Tehát még egyszer itt is össze lehet vonni a will-t az alannyal. Hogyan fog a Future Simple kinézni tagadásban? Tagadás, ugye azt mondhatjuk, I will not go, you will not go, he will not go, she will not go, it will not go, we will not go, you will not go, they will not go. Létezik összevont alakja is, amikor a segédét összevonjuk a not szócskával, ilyenkor pedig az vele, hogy won't, azaz I won't go, you won't go, he won't go, she won't go, it won't go, we won't go,
you won't go, they won't go. Tehát tagadásban, hogy néz ki akkor először a mondatsorrend, amikor teljesen kiírjuk ugye a tagadás, az nem vonunk össze, akkor először az alany, utána a will, a segédige, utána következik a not szócska, majd pedig az igenek az első alakja. Hogyha összevonunk, az összevonjuk a will-t, illetve a not szócskát, akkor abból lesz a want, ez az alany, utána a want, aztán pedig az igének az első alakja. És ha észrevettétek, akkor minden szám minden személyben a tagadásnál is ugyanazt fogjuk mondani, ugyanaz lesz ugye a tagadó szó, a want. Az nem fog változni. Hogyan fog alakulni akkor ez kérdésben? Kérdés, ugye úgy tudjuk megint megkérdezni azt, hogy fogsz-e menni, mint a korábbi videóban is mondtam, mindig a segédige helyet cserél az alannyal. Azaz, minden számban, minden szemben nézzük ezt is meg. Will I go? Will you go? Will he go? Will she go? Will it go? Will we go? Will you go? Will they go? Mi történt? Előre került ugye a will, a segédige, utána az alany, aztán még az igények az első alakja. Azaz mi történt még egyszer? Az alany helyet cserélt a segédigével. Most akkor nézzük meg, hogy mikor használjuk a future simple igeidőt. Akik már korábban angolt tanultatok, vagy éppen csak át akartok ismételni egy részt, ezt a részt, akkor tudjátok, hogy a jövőidőt ki tudjuk fejezni másik igeidővel, és más szerkezettel is. Így például a present continuous tense-szel, vagy pedig a to be going to szerkezettel. Tehát ugye mind a kettő, amit előbb említettem, ki tudjuk fejezni, hogy amit eltervezünk a jövőben. Mikor az, akkor mégis ez a future simple. Ez a future simple, ez az általános jövő, úgymond. Használjuk akkor, amikor ki akarjuk fejezni például, hogy milyen idő lesz, mondjuk holnap, holnap után. Az időjárásra vonatkozóan mindig a future simple-t használjuk. Például, it will be sunny tomorrow. It will rain tomorrow. It will be cloudy tomorrow. Tehát az időjárással kapcsolatosan mindig a future simple-t használjuk. Hogyha ki akarjuk fejezni, mondjuk, hogy én holnap 20 éves leszek, vagy holnap Londonban leszek, vagy Budapesten leszek, akkor szintén a future simple-t használjuk. Future simple-t használunk a létigével, jövő időben. Például, I'll be 20 tomorrow. I'll be in London tomorrow. I'll be in Budapest tomorrow. Tehát a létigével a will-t használjuk. A future simple-t. Szintén a future simple-t használjuk a jövőre vonatkozólag, ha elé teszem mondjuk azt, hogy I think. Én azt gondolom, hogy például I think tomorrow I will go and watch a film. I think tomorrow I will visit my friend. I think tomorrow I will go to the park. Tehát hiába mondjuk, hogy ezt már gondolkozok ezen egy idén, mert elgondoltam, de akkor sokan azt mondja, hogy I think, nyugodtan használhatjuk vele a future simple igeidőt. Mikor használjuk még a future simple-t? Future simple-t használunk akkor, amikor ott helyben döntünk el valamit a jövőre vonatkozóan. Mondjuk, hogyha munkahelyemen vagyok, mondok egy példát, és éppen azon gondolkozunk, hogy ki melyik feladatot csinálja meg, ott helyben eldöntöm, mondjuk, hogy oké, én ezt szeretném megcsinálni, akkor azt mondom, oké, I will do this. Oké, I will do it. I'll do it. Tehát meg fogom azt csinálni. Mikor használjuk még a future simple-t? Future simple-t használunk akkor is, amikor például arról van szó, hogy valaki vagy valami nem akar valamit megcsinálni. Azt, hogy nem akar, ugye azt tudjuk fejezni simán azzal, hogy például she doesn't want to eat it. She doesn't want to eat it. Nem akarja megenni. She doesn't want to eat it. De ki lehet azzal is fejezni, mondjuk, hogy azt mondom, hogy the baby won't eat it. The baby won't eat it. Az ugye ez tagadásról van szó, hogy a baba nem akarja azt megenni. A baba nem akarja megenni. Ennek úgymond nem azt mondom, hogy nincs köze a jövőhöz, mert ez tényleg nincs köze a jövőhöz, de azt fejezi ki, hogy nem akarja. The baby won't eat it. Vagy ha azt mondom például, hogy nem tudom kinyitni az ablakot, vagy nem akar kinyílni az ablak, akkor azt tudom mondani, hogy the window won't open. The window won't open. Ami nem azt fejezik, hogy az ablak nem fog kinyílni, hanem azt jelenti, hogy nem akar kinyílni. Például mondok egy szituációt, oh, please help me, the window won't open. Please help me, the window won't open. Az ablak nem akar kinyílni. Mikor használjuk akkor a shall-t?
A shell az szintén egy segédige. Ezt a shell tudjuk használni a future simple-lel kapcsolatosan is. A shell-t használjuk egyes szám, egyes többes szám első alakban. Mondhatjuk ugye ezt a will helyett, de az igazság, hogy a modern Englishben, a modern angolban ezt már egyre kevésbé használják, és kezd kikapni. Tehát a egyes szám, egyes többes szám egyben lehet a will-t helyettesíteni vele, de megmondom őszintén, nem szoktam hallani, és egyre inkább kopik ki, hogy ezt már korábban mondtam. De ez, amire vonatkozik, ez az állítás. Nézzük akkor meg, hogy tagadás. A tagadás, amit mondunk a shall-ről. A tagadásban a shall-nek, ugye a tagadás, hogy I shall not, vagy we shall not. Össze is lehet vonni, ez ugye shan't. Még egyszer egyes szám, egy többes szám elsőről van szó csak, de ezeket tényleg nem használja, tehát nem, ez szóban soha nem hallottam még így, és írásban is egyre inkább kezd kikapni, mert ez nagyon-nagyon formális. Végül is, mikor használjuk akkor a shall-t, mert igenis használják az angol nyelvűek, és ez pedig a kérdés. Tehát kérdésben, egyes szám egyben, és többes szám egyben használják a shall-t, sokat is használják, de ilyenkor mit jelent a shall? A shall-ek ilyenkor az a jelentés, hogy valamit például csináljak, vagy segítsek. De ha magyarul tudod, hogy mit akarsz mondani, akkor angol is ez fog menni. Például mondok rá példákat akkor most, jó? Például ez a shall I help you? Ez mondjuk segítsek? Ez a segítsek? Shall I help you? Vagy shall we go to the park? Elmenjünk a parkba együtt. Shall we go to the park? Shall we go to the park? Elmenjünk a parkba. Vagy shall I do this? Csináljam ezt. Shall I do this? Csináljam ezt. Tehát akkor megnéztek, hogy akkor magyarul ugye olyan dolgokat kapott ezt, ha lefordítjuk, hogy csináljam, vagy segítsek, menjünk, ugye ez a suk-suk, lyuk-lyuk dolgokat tesszük hozzá a magyarban, akkor ezt mindig a shall-lel kell kifejezni. De szokták azt is mondani, hogy amikor valamire úgymond egy javaslatot teszek, akkor ezt a shall-lel fejezem ki. Ugye például shall we go to the park? Shall we go to the park? Ugye elmenjünk a parkba? Vagy amikor úgymond felajánlok valamit, például segítsek, akkor azt mondjuk a shall-lel fejezzük ki. De mondom, szerintem az a legbiztosabb, hogyha akkor tudod magyarul, hogy azt akarod kifejezni, hogy csináljunk valamit, vagy segítsek, hogy ez a jünk-jünk, ez a suk-sükrag, ezzel akarom kifejezni, akkor azt mondjuk a shall-lel kell mondanod. És még annyit, hogy amit már korábban mondtam, hogy a shall-t azt nem használják szóval, nem használják az informális beszédben. Formálisan, hogyha például írunk egy nagyon-nagyon hivatalos levelet, vagy például szerződésekben előfordulhat a shall, vagy olvasom mondjuk egy regényt, abban is előfordulhat, és ez irodalmi nyelvben. De a modern angol az egyre kevésbé használja, kivétel, mondom, azokban a kérdésekben, amit megbeszéltünk, amik ugye úgy hangoznak, hogy segítsek, csináljam, megnézzük, ugye ez a lyuk-lyuk, stb. Ragokkal. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt számotokra. Remélem, hogy segítettem megmagyarázni, mi a különbség a will, illetve a shall között, mikor használjuk a will-t, illetve mikor használjuk a shall segédigéket. És kérlek titeket, hogyha tényleg bármilyen kérdéstek van az angol nyelvvel kapcsolatosan, hogy vegyünk valamilyen részt előre is, vegyünk át hamarabb valamit, hogy nyugodtan írjátok meg, és akkor készítek róla egy rövidke összefoglaló videót nektek. Köszönöm szépen! Jó tanulást! Sziasztok!